A megszokott 4 hetes nyári szünet helyett 2 hétig lesznek zárva a nyíregyházi önkormányzat fenntartásában lévő óvodák. A tavasszal elrendelt rendkívüli bezárás megváltoztatta az eredeti elképzeléseket. Az önkormányzat a szülők érdekeit próbálta előtérbe helyezni, így a 2 hetes nyári szünetben a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára folyamatosan biztosítják az étkezési lehetőségeket és az ellátást. Ez a veszélyhelyzet felborított mindent. Újra gondoltuk, újra terveztünk, egyeztetve az óvoda vezetőkkel, úgy döntöttünk, hogy az idei esztendőben nem 4 hetes lesz a nyári szünet az óvodákban, hanem csak 2 hetes lesz a zárvatartás, és ezt is a 35 feladatellátási helyen, ennyi helyen van óvodáztatás Nyíregyházán, az önkormányzat fenntartásában, 2 etapban tesszük meg, tehát ne legyen az, hogy olyan idő legyen, amikor nincs nyitva a óvoda Nyíregyházán. Tehát az első zárvatartási etap július 19-től 30-áig, a második pedig augusztus 2-től 13-áig, és erről a honlapunkon, a város honlapján, illetve az óvodákban kifüggesztett hirdetményben tudnak a szülők tájékozódni. Tehát én azt javaslom, hogy mindenki tisztázza a saját óvodájában, hogy mikor lesz a zárvatartás. A Nyírtelekváros önkormányzata fenntartásában működő intézmény a folyamatos óvodai, bölcsödei ellátás mellett döntött. Nem tartanak nyári szünetet, így próbálnak segíteni a családoknak. Először is mindig a gyerek érdekeit szoktuk szem előtt tartani, természetesen utána következnek a szülők, és utoljára, de nem utolsó sorban az itt dolgozóknak az érdekeit is igyekszünk mindig figyelemmel kísérni. Én azt gondolom, hogy most az volt a helyes és logikus döntés, hogy egész évben lehetőséget kapjanak a szülők, hogy a gyerekük felügyelet alatt legyen, illetve lehessen, és emiatt senki ne veszíthesse, vagy ne veszítse el az állását, a munkáját, tehát meg tudja ezt tartani. Most ez volt az elsődleges szempont. Nyilván a következő évben alakul majd, reméljük, jobban a helyzet, és ahhoz fogunk alkalmazkodni, és akkor egy teljesen más döntést hozunk. A Kastélykert óvoda és bölcsöde vezetője szerint lényegében a tavaszi zárvatartást váltják ki a folyamatos nyári nyitvatartással. Ebben az évben is több mint másfél hónapra be kellett zárnunk, ugye a rendelet szerint, illetve előfordultak sajnos megbetegedések az intézményben és csoportokban is, ahol 10 napokra be kellett zárni, és úgy gondoljuk, hogy a szülők azért a szabadságuk nagy részét kimerítették, és a polgármester úrral egyeztetve arra döntésre jutottunk, hogy mindenképpen segítünk a családoknak, hiszen aki munkába jár, nagy segítség az, hogyha a nyáron el tudja helyezni, és biztonságban tudhatja gyermekét. A nyári intézmény bezárások óvodánként eltérőek lehetnek attól függően, hogy a fenntartó hogyan döntött a szünettel kapcsolatban. A családok az adott intézményekben kérhetnek felvilágosítást a nyári óvodai ellátással kapcsolatban.